Tisztelt Közgyűlés, Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlésének 2023. július 31-i rendkívüli nyílt ülését 9 óra 2 perckor megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 képviselő közül 10 fő jelen van, megállapítom, hogy a testület határozat képes. Tisztelt képviselőtársaim, a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívása, a földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, továbbá egyéb határidős ügyekben történő döntéshozatal miatt szükséges. A közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli nyílt ülés javasolt napirendi pontjait, amelyek sorrendben: 1-es, javaslat az önkormányzat 2023-2024 gázévre vonatkozó földgázenergia tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásával kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére; 2-es, javaslat a földgázenergia beszerzése Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata és az Innopark Nonprofit Kft. Részére 2023-2024 energiaévre tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására; 3-as, javaslat a TOP 614-1621-2018-00-003-as azonosítószámú Aquantis látogatóközpont kialakítása szálloda projektben felmerült intézkedések meghozatalára és további források felhasználására; 4-es, javaslat nyilatkozat megadására a DKK Nonprofit Kft. Dunajvárosi kézilabdacsarnok felújításával kapcsolatosan; 5-ös, javaslat a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási szerződése megújításával kapcsolatos szerződések jóváhagyására, eseti közbeszerzési szabályzat, valamint lebonyolítási terv, ütemterv elfogadására; 6-os, javaslat a bölcsödék igazgatósága Dunajváros intézmény alapító okiratának módosítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 333/2023-as határozata hatályon kívül helyezésére; 7-es, javaslat az útkeresés segítő szolgálat intézmény alapító okiratának módosítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 331/2023-as határozata hatályon kívül helyezésére; 8-as, javaslat a Dunajvárosi Gazdasági Ellátószervezet alapító okiratának módosítására és a Dunajvárosi megyei jogúváros megindítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata; 9-es, javaslat a Dunajvárosi Ovoda alapító okiratának módosítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 373/2023-as határozata hatályon kívül helyezésére. Most döntenünk szükséges rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjairól. Aki a napirendi pontokkal egyetért, azt kérem igennel szavazzon. Tíz igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. Most pedig a meghívott a személyek részére tanácskozási jog biztosításáról szavazzunk. Aki azt megkívánja adni, az igennel szavazzon. Tíz igen szavazattal megadtuk a számukra. A napirendi pontok elfogadása után megkezdjük a napirend vitáját. Kérem, hogy hozzászólások a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódjon. 1-es napirendi pontunkkal kezdünk, amely javaslat az önkormányzat 2023-2024-es gázévre vonatkozó földgázenergia tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásával kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma pedig az önkormányzat földgázenergia adásvételi szerződés 2023. október 1-én lejár. Az új szerződés megkötésére a beszerzés becsült értéke alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásával lehetséges. Az eljárás lefolytatásával és a szükséges műszaki és közbeszerzési szakértelem biztosításával a DVG ZRT-t kívánjuk megbízni. Az előterjesztés a megbízási szerződés megkötésére tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 5 igen szavazattal közgyűlés tárgyalása alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, hogy a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasol a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem ezért. A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és fogyasztási helyek 2023-2024 gázévre vonatkozó földgázenergia tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását a DVG Dunajvárosi Vagyonkezelő ZRT-t bízza meg bruttó 10 millió 600 ezer forint megbízási díj feljében. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennek szavazzom.
10 igen szavazattal elfogadtuk. Átterjünk második napi rendi pontunkra, amely javaslat a földgázenergia beszerzése Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata és az Innopark Nonprofit Kft. Részére 2023-2024 energiaévre tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a jelen előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek, valamint az Innopark Nonprofit Kft. Fogyasztási helyeinek földgázenergia ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumainak véleményezésére, a közbeszerzési eljárás megindítására irányul a 2023-2024 gázév tekintetében. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen szavazattal közgyűlésnek elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadása javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a közbeszerzési és bíráló bizottság véleményét. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr, Dunajis megyei jogúváros önkormányzatának közbeszerzési és bíráló bizottsága tárgyalta a tárgybani napirendet, és 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztés határozati javaslatát. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a földgázenergia beszerzése Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata és az Innopark Nonprofit Kft. Részére 2023-2024 energiaévre tárgyú közbeszerzési eljárás az Innopark Nonprofit Kft.-vel közös közbeszerzési eljárásként kerüljön. A közgyűlés a földgázenergia beszerzése Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata és az Innopark Nonprofit Kft. Részére 2023-2024 energiaévre tárgyú közbeszerzés megvalósítására a földgázenergia központosított beszerzése 2024-25 tárgyú keretmegállapodás második részének verseny újranyitásával történő lefolytatását határozza el, határozat mellékletét képező ajánlatételi felhívásban foglalt tartalommal. A közbeszerzésekről szóló 2015 évi 143-as törvény szerinti testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SMS 32. paragrafus második bekezdése szerint a név szerinti szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor felelve igenne vagy nemmel szavazhatnak, vagy tartózkodhatnak a szavazástól. A szavazás eredményét a jegyző úr írásban felvezeti névsorra a képviselő neve mellett. Kérem tehát tisztelte képviselőtársaimat, hogy a nevük felolvasása után álljanak fel és hangosan mondják be a szavazatukat. Barta Endre. Igen. Gombos István. Igen. Mészáros László. Igen. Mezei Zsolt. Igen. Motyoszki Mátyás. Igen. Szabó Zsolt. Igen. Szántó Péter. Igen. Dr. Székely Károly. Igen. Tóth Kálmán. Igen. És az én szavazatom is igen. Megalapítom, hogy a szavazás eredménye 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a közgyűlés a határozatot elfogadta. Átérünk a harmadik napi rendi pontunkra, amely javaslat a TOP 6, 1, 4, 16, 1, 2018, 00, 003-as azonosítószámú, az Aquantis látogatóközpont kialakítása Szeroda projektben felmerült intézkedések meghozatalára és a további források felhasználására. A napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés az Aquantis látogatóközpont kialakítása Szeroda projektben felmerült intézkedések meghozatalára és további források felhasználására irányul. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr, most szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata és a kedvezményezett az Aquantis látogatóközpont kialakítása projektben Viszmajor helyzet miatt a projekt megvalósításától elálljon, és ehhez az ehhez kapcsolódó 900 millió forint támogatási összegről lemondjon. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Tíz igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk negyedik napi rendi pontunkra, amely javaslat nyilatkozat megadására a DKK, a Nonprofit Kft. Dunajvárosi kézilabda csarnok felújításával kapcsolatosan. A napi rendi pont rövid tartalma szerint pedig
A közgyűlés a 151/2023-as határozatából döntött arról, hogy a DKK, a Nonprofit Kft., a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve a szövetség országos tornaterem felújítási programja pályázata alapján biztosított segítségével az önkormányzati tulajdonban álló kézilabdacsarnokban részleges felújítást kíván végrehajtani. A szövetség nyilatkozatot kér arra vonatkozóan, hogy a DKK, a Nonprofit Kft. Az önkormányzat nevében nyújtotta be a pályázatát. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 5 igen szavat adta a közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen szavat adta elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 151/2023-as határozatával támogatta és hozzájárulását adta ahhoz, hogy a DKK, a Nonprofit Kft. Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve a Magyar Kézilabda Szövetség országos tornaterem felújítási programja pályázata által biztosított forrás segítségével az önkormányzati tulajdonban álló kézilabda csarnokban részleges felújítást, nyílászárók cseréje, homlokzat felújítást, tetőfelújítást kíván végrehajtani. Közgyűlés nyilatkozik, hogy a DKK, a Nonprofit Kft. Jogosult volt az önkormányzat nevében és a képviseletében az első pontban körülírt pályázat kiírására pályázatot benyújtani, a DKK, a Nonprofit Kft. Által benyújtott pályázatot az egyes pontban jelzett határozattal jóvá hagyta. Aki határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igen, ne szavazzam. Tíz igen szavazattal megszavaztuk. Átérünk az 5. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunai Város Megyőgóváros önkormányzata vagyon és felelősségbiztosítási szerződése megújításával kapcsolatos szerződések jóváhagyására, eseti közbeszerzési szabályzat, valamint lebonyolítási ütemterv elfogadására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 418/2023-as határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati vagyon és felelősségbiztosítási szerződés megújítását Hungarikum biztosítási alkú ZRT bevonásával, közbeszerzési eljárás lefolytatásával kívánja lebonyolítani. A Hungarikum biztosítási alkú ZRT megküldte a lebonyolításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyásra. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 418/2023-as határozatában megjelölt az önkormányzati vagyon és felelősségbiztosítási szerződés megújítását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges együttműködési megállapodást, megbízási szerződés, eseti közbeszerzési szabályzatot és lebonyolítási ütemtervet a határozat 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számú melléklete szerint megismerte és elfogadja. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem, igen, ne szavazzom. Tíz igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a 6. napi rendi pontunkra, amely javaslat a bölcsődik igazgatósága Dunai Városi Intézmény Alapító kiratának módosítására, és a Dunai Város Megyőjogúváros önkormányzata közgyűlése 333/2023-as határozata hatályon kívül helyezésére. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 333/2023-as határozatával módosította a bölcsődik igazgatóság a Dunai Város Intézmény Alapító kiratát. A Magyar Állam Kincstár hiánypótlásra szorította fel az önkormányzatunkat. A hiánypótlás a korábbi közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésével és egy új alapító kirat elfogadásával teljesíthető. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadása javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 333/2023-as határozatát hatályon kívül helyezi. A közgyűlés az államháztartásról szóló törvény 8 paragrafusa alapján a bölcsődik igazgatóság alapító kirat, tehát módosítókirat tartalmát a határozat 1-es számú melléklete szerinti szövegezéssel alapítja meg, egységes szerkezetbe foglalt alapítókiratát a határozat 2-es számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Aki határozati javaslatot elfogadja, azt kérem igen, ne szavazzon.
10 igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk 7. napi rendi pontunkra, amely javaslat az útkereső segítő szolgálat intézmény alapító okiratának módosítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 331/2023-as határozata hatályon kívül helyezésére. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 331/2023-as határozatával módosította az útkereső segítő szolgálat intézmény alapító okiratát. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szorította fel az önkormányzatunkat. A hiánypótlás korábbi közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésével és egy új alapító okirat elfogadásával teljesíthető. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámen elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 5 igen szavazattal közgyűlés tárgyalása alkalmas. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés-hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 331/2023-as határozatát hatályon kívül helyezi. A közgyűlés az államháztartástól szóló törvény 8 paragrafus alapján az útkereső segítő szolgálat intézmény alapító okiratát módosító okirat tartalmát a határozat egyes számú melléklete szerinti szövegezéssel állapítja meg, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzam. És 10 igen szavazattal elfogadtuk. Átérjünk a 8. napi rendi pontunkra, mely javaslat a Dunajvárosi Gazdasági Ellátószervezet alapító okiratának módosítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 330/2023-as határozata hatályon kívül helyezésére. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 330/2023-as határozatával módosította a Dunajvárosi Gazdasági Ellátószervezet alapító okiratát. A Magyar Államkincstár Fejér megyei igazgatóság hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat. A hiánypótlás a korábbi közgyűlés határozat hatályon kívül helyezésével és egy új alapító okirat elfogadásával teljesíthető. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 333/2023-as határozatát hatályon kívül helyezi. A közgyűlés az államháztartásról szóló törvény 8 paragrafus alapján a Dunajvárosi Gazdasági Ellátószervezet alapító okiratát módosító okirat tartalmát a határozat egyes számú melléklete szerinti szövegezéssel alapítja meg, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tíz igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a 9. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunajvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése 373/2023-as határozata hatályon kívül helyezésére. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 373/2023-as határozatával módosította a Dunajvárosi óvoda alapító okiratát. Magyar Államkincstár Fejér megyei vármegyei igazgatóság hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatunkat. A hiánypótlás a korábbi közgyűlés határozat hatályon kívül helyezésével és egy új alapító okirat elfogadásával teljesíthető. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 373/2023-as határozatát hatályon kívül helyezi. A közgyűlés az államháztartásról szóló törvény 8 paragrafus és a nemzeti köznevelésekről szóló törvény 21. paragrafus 2. és 3. bekezdése alapján a Dunajvárosi óvoda alapító okiratát módosító okirat tartalmát a határozat egyes számú melléklete szerinti szövegezéssel alapítja meg, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. 10 igen szavazattal elfogadtuk. És tisztelt hölgyeim és uraim, 9:21-kor rendkívüli nyílt ülést berekeztem. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, felhívott figyelmüket arra, hogy a földgáz közbeszerzés lezárása érdekében közülésnek legkésőbb augusztus 25-ig rendkívüli nyílt ülést kell tartani.